Szia, Bira! És szia mindenki más! Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mégis miről beszéljek ma, tekintve, hogy elég ilyen pihi hetem volt, szóval nem volt színház, aminek abból a szempontból nagyon örültem, mert a múlt hét az kicsit ilyen kimerítő volt. De jövő héten megyünk újra, úgyhogy nagyon izgalmas. Egy olyan darabot nézünk meg, ami az első darab Dublinban, amiben egy transgender szerepet, egy transgender színész játszik. Úgyhogy történelmi pillanatban vagyok itt. Úgyhogy igazából egész héten mondhatnám, hogy tanultam, de nem tettem meg. Szóval még mindig haladnom kéne előre a dolgokkal, még ma is lenne dolgom. De úgy voltam vele, hogy ha nem veszem fel a videót, akkor soha nem lesz megcsinálva. És az meg milyen dolog, nem szép. Úgyhogy ja. Azért sem voltam sehol, mert olyan undorító idő volt. Hát nem mondom, hogy egész héten, de pénteken meg szombaton, amikor csinálhattam volna valamit. Hogy az embernek az sem volt kedve, hogy a szobájából kimenjen. Most kisütött a nap, úgyhogy most sétáltam, és nagyon szép idő volt. Nem is kellett pulóver. A környéken sétáltam. A kislányok itt a domboldalban egymást tanítják különböző mindenféle gimnasztika mozdulatra. Én nem tudom, hogy mikor lesz belőle sérülés, de a frissen lenyírt vizes füvön ilyet játszani, hát bátrak. Szóval ezen a héten leginkább boltokban voltam, ahol már megkezdődött a halloweeni őrület, de a legdurvább az egészben az az, hogy múlt héten megjelent az időben a jelmezek és dekorációk hosszú sora. Tehát így tényleg egy sornyi halloweeni tud volt a boltban. Én meg úgy voltam vele, hogy így jól van, aranyosak vagytok, hogy elkezditek már most. Hát hogy jól van, ez biztos olyan, mint a karácsony, hogy hónapokkal előbb elkezdjük, de senki se kezd el vásárolni ilyenkor, nem? Egy héttel később a nagy része elfogyott. Szóval emberek ennyire készülnek, és ennyire előre készülnek. Szóval nekem is résen kell lenni, hogyha haza akarok vinni valamit Halloweenre, mert hát nem fog maradni semmi a boltokban, mert ezek nem normálisak. Viszont csodálatos dekorációk vannak mindenfelé, ami nekem annyira tetszik, de hogy így az egy dolog, oké, vannak ajtók, van egy házam, ahol megyek busszal, aminek az oldalán csontvázak másznak föl, és ez csodálatos szerintem, nem tudom, hogy ki csinálta meg, de a kedvencem az egészben az az, hogy az ajtón egy hatalmas, nagy, csillogos, narancssárga maszni van, amire azt mondod, hogy kedves aranyos, de kicsit közelebb néz, akkor látod, hogy a közepén, ami összefogja a masnit, az nem egy kő, vagy valami ilyesmi, hanem egy kis kedves koponya. Nagyon szép. Nagyon tetszik, hogy így benne vannak. Az egyetem is ki van dekorálva, mindenhol véres kéznyomok vannak az ablakokon, és a kávézó fölött ki van írva Luffyból, hogy bú, alig várom, hogy így elduruljon a helyzet. De sajnos nem ötek itthon Halloween-kor, amiben persze van egy jó oldala, hogy itthon, hogy otthon leszek Halloween-kor. Szóval egy hetet otthon leszek, és akkor majd a saját kis partinkat megtarthatjuk a saját undorító ételeinkkel és ijesztő dekorációinkkal, amihez viszont be kell vásárolnom, mert mielőtt mindent elvisztek. Hát ilyen hétköznapi hét volt. Tegnap megnézte a család, akiknél lakom, a Greatest Showman-t. Én is néztem velük egy ideig. Nagyon jó volt, csak hiányzik tőle a Netti, de majd megnézzük, ha hazamegyek. De hogy azóta folyamatosan Greatest Showman megy a lakásban, különböző feldolgozásokban, és a kislány próbálja megtanulni a szöveget, és ezt nem szeren, és így énekli végig, nagyon cuki. Úgyhogy nagyon így megtöltött a kis lelkemet újra a Greatest Showman. De most már tök jó, mert most már a kisgyerekek is így elfogadták, hogy én itt vagyok, köszönnek nekem, nem futnak el előlem. Kedvesen néznek, a kisfiúnak szerintem tettem. Az alapján, ahogy rám néz. És most, hogy a Halloween mindjárt ideér, már lehet készülni a következő ünneplésre, ami a szalagalató lesz, amire meg lettem hívva, és már arra is van repülőjegyem.
És nagyon rossz így belegondolni ezekbe a dolgokba, mert így egy csomó mindent kéne megcsinálni addigra. Mármint, hogy mire a szolgálató jön, addigra nekem véget ér a tanév, és addigra a dolgaimnak a nagy részével kész kell lennem. Ami azt jelenti, hogy egy 20 oldalas saját drámát így oda kell nyújtanom nekik, plusz egy 3000 oldalas előadás elemzést, meg még vannak ilyen kisebb feladatok, és így csomó mindent kitaláltam, hogy meg kell csinálnom, mielőtt hazamegyek. De még nem állok olyan. Múlt hétvégén úgy tűnt, mintha jól állnék, de mivel ezen a héten nem csináltam semmit, annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy ez ilyen pihenős tanulós hét. Most így kicsit így fel kéne magam pörgetni újra. De nagyon örülök, hogy két hét múlva megyek haza. Nagyon rossz ez az ilyen kettősség, így belegondolni abba, hogy valamennyi idő múlva hazamegyek, de ugyanaz a... Ha az, amit így vár az ember, hogy eljön, ugyanaz az idő, az egy határidő is, ami alatt meg kell csinálni a dolgokat, és ez nem a legkellemesebb érzés. Persze ennek kéne motiválnia, majd igyekszem. Na, de ami erre a videóra motivált, az leginkább az volt, hogy befejezzem, és utána kihúzhassam a kis ajándékomat az a borítékból. Úgyhogy sajnos ennyi volt. Nem is emlékeztem erre a képre. Ez Ádám arca különösen tetszik ezen a fotón. Nagyon szép. Pont ideig.